Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! K. Adri K. kérdezi, hova utaznál, hol képzeled el a jövődet? Én még soha nem hagytam el Európát, úgyhogy nagyon nagy álmom, hogy először is eljussak Amerikába. Nagyon reménykedem, hogy az idén-nyáron meg is fog történni. Kiskoromban sok szappanoperát néztem, úgyhogy emiatt Mexikó is nagy álmom. Aztán az ilyen klasszikus szigetek, mint Mauritius, Seychelles szigetek, szívesen elmennék megnézni. Hol képzelem el a jövőmet? A jövőmet vagy itt Svájcban képzelem el, vagy hogyha nagyon összegyűlnek a dolgok, és úgy érzem, hogy már nagyon nehéz Magyarország nélkül, akkor Magyarországon képzelem el. A következő nevet nagy valószínűséggel rosszul fogom mondani, de csak úgy mondom, ahogy leírva látom. Hotase.andi kérdezi, mi a hobbid, mik az erősségeid, mi a legnagyobb vágyad? Most hát, hogy rosszul mondtam a nevedet, Andi, az Andiban biztos vagyok. Mi a hobbim? Első körben a videószerkesztés, ugye a heti két videó az nagyjából egy ilyen 14-15 órányi munkát rejt magában, úgyhogy általában az összes szabadidőm ezzel megy el, de amikor ilyen szép az idő, mint most, hogy ha hazaér például a barátom a munkából, akkor biciklizni fogunk elmenni, nagyon szeretek még nyáron tollasozni, pingpongozni, koncerteket nagyon szeretem, télen pedig tényleg inkább egy takaró alatt bebújva filmsorozatokat nézek, vagy épp filmeket. Mik az erősségeid? A legnagyobb erősségem szerintem tényleg az, hogy biztos vagyok benne, hogy bármi történjen velem, meg tudom oldani bárki segítsége nélkül, és ez a fajta magabiztosság, ami előre visz az életben. Mi a legnagyobb vágyad? A legnagyobb vágyam az az, hogy boldog legyek. Hogy elutazzak azokra a helyekre, ahová minden nap szerettem volna, hogy olyan emberek vegyenek körbe, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, és tényleg, hogy úgy feküdjek le a nap végén, hogy ez egy jó nap volt, tényleg megérte ezért élni. Vivi Kalló kérdezi, mióta élsz külföldön, hosszú távon tervezed? 2013. november 30-án költöztem, úgyhogy most már talán 4,5 éve. Igen, hosszú távon tervezek itt maradni, mert látványos a különbség a Magyarországon, illetve a Svájcban élés között, mind más emberek számára, amikor azt látják én, hogy élek, mind számomra belülről megélni az itt élő embereket, úgyhogy hosszú távon tervezek, de ha egy nap úgy érzem, hogy nagyon hiányzik Magyarország, akkor valószínűleg összecsomagolom a kis batyumat és visszamegyek Magyarországra. Még ugyancsak Vivi Kalló írta, nagyon ügyes vagy, sok sikert a későbbiekben. Nagyon szépen köszönöm. És akkor jöjjön az utolsó kérdés Szabó Zsuzsitól. A rozáciával kapcsolatban is mondhatnál pár szót, azt hiszem nálam is kezdődik. Tünetek, problémás bőrápolása, stb. A pároddal külföldön ismerkedtetek meg? Úgy tűnik a rozácia foglalja keresztbe ezt a kérdezfeleleket, azzal kezdtünk, azzal végzünk. Ugye a tüneteit már elmondtam, ez a pirosas bőr, aztán a kezelését tekintve van ez a lézeres kezelés, én nem tartom annyira hatékonynak, inkább kerüld a szaunát, szoláriumot, bármi, ami olyan hatás, fűszeres ételek, ami vérbőséget okoz és az ereket tovább tágítaná, ezeket kerüld el. Tehát egy jó napfényvédő krém, egy erős napfényvédő krém. Én mondom, ezekben a rozáciás krémekben még nem nagyon találtam meg az igazit, de egyébként meg nem tudom, mit várok ettől a krémtől, hiszen tényleg azt mondják, egy gyógyíthatatlan bőrbetegség. Tehát, úgyhogy tényleg én a csodaszert még nem találtam meg, arra figyelek egyedül, hogy mindig az ilyen érzékeny bőrre való termékeket próbáljam használni. És a napfényvédő persze. A párommal igen, így Svájcban ismerkedtünk meg. Krisz Kálai kérdezi, hogyan kerültél éppen Svájcba? Tanulmányok vagy munka? Milyen ott az emberek mentalitása? Szívesen nézem a videót, csak itt tovább. Nagyon szépen köszönöm. Az mindig is biztos volt, hogyha külföldre mennék, akkor vagy Amerikába, vagy Svájcba mennék. Ez volt a két álomországom, és a cég, amelyiknek dolgoztam, rendelkezett itt is egy leányvállalattal, itt Svájcban, és amikor az akkori páromat kijöttem meglátogatni, én voltam egyébként az, aki jött Svájc irányába nyomtam, hogy inkább ebbe az irányba menjem, mert szeretett volna külföldön dolgozni, akkor elfogyott a szabadságom, és pár napot onnan kellett dolgoznom a svájci irodából, és ott említettem nekik, hogyha egy nap felszabadulna egy hely, bármilyen hely engem érdekel, mert nagyon szeretnék kijönni. Abban a tudatban voltam, hogy úgysem ezt elfelejtik, és úgysem fognak soha hívni, de 2 hónappal később egyébként felhívtak, és azt mondták nekem, hogy lenne egy pozíció, ami egyébként egy sokkal kisebb pozíció, mint amiben én akkor már voltam Magyarországon, és ráadásul egy 1,5 éves szerződés, de ha érdekel, akkor végül is megkaphatom. Úgyhogy nagyon nagy dilemmában voltam, az akkor már több éves szerződésemet fel kellett mondom egy 6 hónapos szerződés kedvéért, úgyhogy egy lakáshitel volt a nyakamban, amiben senki nem segített, tehát tudtam, hogy nagy bajba kerülhetek, ha utána nem találok semmit, és így tovább, ha gondoljátok, egyszer készítek róla egy videót, hogy hogy történt minden, és így jöttem ki végül Svájcba, és szerencsét próbáltam.
Úgyhogy végül is dolgozni jöttem ide, és nem tanulmányok miatt. Milyen itt az emberek mentalitása? Erről megmondom őszintén, tudnék egy teljes videót készíteni. Svájc, minden, amit nem mondtak el, amikor elindultam ebbe az országba. Épp a héten voltam ennek az úriembernek, azt mondja Dickon Beavis, fogalmam sincs, hogy kell ejteni az előadásán, ő egy angol úriember, aki már 13 éve talán itt él, és írt egy bestsellert a svájci emberekről, Angliában bestseller volt ez a könyv, úgyhogy ha érdekel egyszer egyébként, szívesen csinálok egy külön videót a svájciaknak dedikálva, hogy milyen itt az élet, de összességemben, amit érzékelni lehet, hogy nagyon kedves, mosolygó emberek, ha segítséget kér, segítenek. Olyan veszik a munkájukat, tehát én ugye irodában dolgozom, ugye mire számítanál, hogy mindig azt halljuk ott, hogy a német milyen precíz, hogy az aztán tényleg egész nap dolgozik. Meg kell mondjam, a német a svájcihoz képest semmi, tehát a svájci az tényleg egész nap dolgozik, fókuszál a munkájára és azt csinálja, és előbb látok egy németet, vagy akár magamat internetezni, mint egy svájcit, úgyhogy nagyon fókuszálnak a munkájukra, komolyan veszik a munkájukat, az épp ezért is tartanak ott, ahol. Nagyon büszkék az országukra, mindig előbb fognak megvenni egy svájci terméket, mint egy külföldit. Itt tényleg hatalmas reklámokkal hirdetik, ha egy termék Svájcban készült, hogy azt választják az emberek, és mindig azt tekintik elsőnek, hogy mi az ország érdeke, és nem pedig, hogy mi a saját érdekük. Ez persze egy más kérdés, hogy ezt meg is tudják tenni, mert annyi pénzük van, úgymond, hogy meg tudják venni a drágább terméket, de általánosságban ennyi. Viszont ami nagyon nehéz, az az, hogy beférkőzni az ő kis körükbe, ugyanis bármennyire is mosolygósak, kedvesek, munkában együtt dolgoznak veled, azt lehet mondani, hogy arra ne számíts, hogy egy svájci meghív magához. Akikkel ők körbeveszik magukat, barátok és családok, azok már több tíz éve a barátaik, gyerekkoruk óta együtt játszottak és úgy nőttek föl, tehát nagyon nehéz oda bekerülni, úgyhogy ezt én is tapasztalom, és rengeteg embertől is hallottam. Létezik, hallottam már emberekről, akik összebarátkoztak svájciakkal, de nem jellemző egyébként. Ezek voltak tehát a ti kérdéseitek. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy feltettétek ezeket a kérdéseket. Egy olyan kis youtuber, mint én, mindig attól rettek, hogy úristen, kapok egyáltalán egy kérdést is, amivel ki tudom tölteni az időt. Ehhez képest nagyon sok kérdést írtatok nekem, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Amennyiben tetszett ez a videó, kérlek lájkoljátok, és ha szimpatikus vagyok, de még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor kérlek tegyétek meg. Sziasztok! És akkor egy utolsó utáni kérdés, mert befejeztem a videót, de most érkezett még egy kérdés, úgyhogy lássuk gyorsan.